Köszöntöm kedves nézőinket! Mai műsorunkban megismerkedhetnek egy olyan szívsebésszel, aki Kárpátalján egyedülálló. Naponta akár 4-12 órát is a műtőben tölt. Ismerkedjenek meg Ráti Róberttel és családjával! Előtt veletek itt beszélgettünk arról, hogy a gyerekek mennyire tudnak magyarul. Említettétek, hogy most már jól megy nekik az ukrán, ha jól tudom, Márknak, de hogy amikor kicsikék voltak, akkor teljesen magyarul beszéltek, és itt ragadt rájuk az ukrán nyelv. Ők milyen közösségbe járnak, milyen iskolába járnak? Tehát otthon mi csak is magyarul beszélünk, és hát körülbelül 2,5 éves volt Márk, mikor elkezdtünk próbálkozni vele ukránul is beszélni, de tehát mindent értett, de csak is magyarul válaszolt, és mikor óvodába kellett adni, akkor nem volt nekünk kérdés, ukránovi lett, és 2 hét múlva megértette, hogy ha azt akarja, hogy az óvónéni is, meg a többiek is megértsék, akkor beszélnie kell. Úgyhogy nagyon hamar belejött, 2 hét után már beszélt, igaz akcentussal, de mindent el tud mondani, magyarázni. Utána beirattuk külön angol órákra. Ott a tanárnő oroszul beszélt, úgyhogy ez is egy új nyelv volt neki. Úgyhogy most már beszél magyarul, ukránul, oroszul, angolul. Igen. Emily úgy szintén, tehát magyarul, teljes mértékben. Ő már korábban kezdte az óvit, vagyis a bölcsit. Fél napra szoktam vinni bölcsibe, és ott ugye ukránul beszélnek velük, és most már ő is, tehát otthon is el szokott kérni dolgokat ukránul, vagy mondani, hogy menjünk ide, menjünk oda, menjünk sétálni, tehát ő is már mindent ért és beszél. Te egyébként ti magyar családból származtok, ugye Robi, te teljesen magyar családból? Igen, és az sem volt kérdés, hogy a gyerekek ukránokba fognak járni, és később évben pedig magyar iskolában, ez nagyon fontos volt számunkra, hogy ők magyarul tanuljanak, úgyhogy Márk már most magyar suliba jár, most fejezte a másodikat, Emily meg szintén magyar iskolát fogjuk választani, ha még lesz magyar iskola, akkor amire ő iskolába fog majd tudni menni, igen. Igen, az én szüleim teljesen magyarok, én Nagy-Dobronyból származom, tehát nálunk csak magyar nyelv volt, lényegében azt lehet mondani, hogy én itt Tungváron tanultam meg az ukrán nyelvet az orvos egyetem alatt. Nem volt nehéz? De az első év az eléggé nehéz volt, de aztán szépen lassan belerázottunk. És Renáta, te vegyes családba születtél? Igen, vegyes családba, de apukám is, mikor ide került Ungvárra, meg ugye megismerkedtek anyuval, ő is nagyon hamar megtanulta a magyar nyelvet, és tehát anyukámék, ők is magyarok, én pedig úgy nőttem, hogy mikor, hol, mármint mamáméknál, akkor teljesen magyarul. Ugye az udvarban, amikor gyerekekkel sétáltunk, játszottunk ukránul, oroszul, tehát én is magyar iskolát végeztem, ukrán egyetemet, angol cseh szakot, úgyhogy én teljes mértékben a nyelvekkel. Úgyhogy egy teljesen több nyelvű család vagytok már most kicsi gyerekekkel együtt. Igen. És alkalmazni is tudjátok a munkátok során? Neked, Robi, ha jól tudom, te külföldre is jársz műtéteket tanulni, hogy végzitek ezt angolul, vagy hogy tudod? Igen, angolul is, magyarul is, mert Magyarországra is, Debrecen, Budapest, sőt, most már elmondhatom, hogy angol anyanyelvű diákjaim is vannak, akiket én oktatok. Szoktak bejárni hozzánk asszisztálni. Van diákom Indiából, Zimbabwe-ből, azaz Afrikából, Kairóból, Maldív-szigetekről, van egy ukrán kislány, Rivnéből, úgyhogy nálunk a műtétek közben is általában az angol a használatos nyelv. Már a műtős nővér és az egész műtős tím is angolul beszél, hogyha ott vannak a fiatalok. Hát meg fontos jól tudni az angolt mindenkinek, mert aztán életek múlnak rajta nálatok.
Emily nagyon szereti a mesékét, ugye, de látom, angolul nézi ő is. Így van. Mártnál is ez volt az egyik szempont, tehát ő is gyerekkora, tehát picikor óta angolul nézi a meséket, és sőt, neki a színek és a formák angolul sokkal érthetőbbek voltak, tehát ő úgy is nevezte őket, hogy pink, yellow, a formákat is ugyanúgy angolul. Ezt szokta meg, ezt szerette meg. Így van, így van. Így tudjuk fejleszteni a gyerekeinknek azt a képességét az agyukban, hogy több nyelvet egyszerre tudjanak tanulni, mert ők még nagyon fogékonyak, és sokkal könnyebb lesz nekik a későbbiekben idegen nyelveket tanulni. Akkor mikor tudtok itthon lenni? Gyerekek iskolába, óviba, Robi, ha jól tudom, neked 8-12 órás vagy 6-12 órás műtéteid vannak, igen, Renáta inkább, külön igen. Munkahelyet vezet, vagy fitness centrumot? Igen, van egy saját kis üzletünk. Megoldjuk. Iskola, bölcsi, nagyszülők. Én, amikor van időm, akkor járok be, vagy amikor éppen valamelyik edzőnk szabadnapos, akkor megyek. Ha más nem, akkor néhány órára tudjuk őket is magunkkal vinni. Márk nagyon szeret az apukájával bejárni, a betegeket kötözni. Akkor ő is orvosnak készül? Nem. Építész fénix. Azt a mindenit, hogy már 8 évesen tudja, hogy ki lesz. Konkrét elhatározások. Ez a lényeg. Kb. 2 éve. Komolyan? Csak is építészmérnök, mivel a DD az építészettel nagyon kapcsolatos volt, és a Drugett gimnázium is azért volt egyik szempont, mert az ő DD-je anno ott tanult, és Péter bácsi, az igazgató, nagyon szerette volna, hogy Márk is folytassa, és nagyon szép pillanat volt, amikor Márk elment első osztályba, és ott volt a DD is. Majdnem utolsó diákként, aki még akkor anno élt, most már DD nincs köztünk, de akkor még ott volt, és ők is érte be Márkot a suliba, úgyhogy ez is egy... Ez történelmi pillanat lehetett. Igen. Megmutatod, hogy merre van a te szobád? Gyere, Emily, te is, gyere, menj Márkkal! Gyere, megmutatod a szobáját Márknak, ez közös? Segítsek neki, vagy ő egyedül feltűnő? Nagyon ügyes csaj vagy, le a kalapot, ha paszkodj. Nézzük meg a szobádat akkor. Hű, ez a te szobád, Márki? Csak igen. Te alszol? Vagy Emily is itt alszik veled? És milyen kupáid vannak neked? Megnézhetjük? Megmutatod? Igen. Melyikre vagy a legbüszkébb? Az utolsó kupámra. Leveszed? Megmutatod? Leszabad venni? Igen. Az utolsó kupámra vagyok a legbüszkébb. Ezt hogy szerezted? Ez karatéból szereztem, első helyet nyertem. Húha! Szeret karatézni? Igen, szeretek. Nem nehéz? Kicsit nehéz. És mi benne a jó? Mi benne az érdekes? Hogy erősödhetek. Erősödhetsz. És lányok is karatéznak? Igen. És lányokkal is szoktál harcolni? Igen. És ezt, amikor szerezted, akkor nehéz volt az a verseny? Igen, nagyon nehéz volt. És milyen ilyen fogásokat kell ott bemutatnod? Valamit meg tudsz nekünk mutatni? Azt így meg tudod bármikor? Hát jó van. Így össze a kezedet. Nem, így fognom. Így, jó. Aszta! És ez fájt neked, apa? Igen. Nagyon ügyes vagy, Márk. És hetente hányszor jársz ilyen tornára, vagy karatéra? Háromszor. Nem fárasztó? Kicsit. De szereted. Igen. Itt alszik a babád? Mut, te is így vele alszol? És ez itt ki rajta, te? Ez kicsoda? Egy baba. Te vagy az a baba?
anya segít, jó? Kis. Úgy? Kis. Ügyes. Úgy, ügyes! Mi? Ügyes! Apa! Ide, a ti alapformáló stúdiótokhoz? Igen, igen. Speed Fitness, InfraShape Horizontál stúdió. Két gépünk van itt, tehát itt lesz itt az egyik. Ez a Speed Fitness gépünk, az IMS, az izmok elektromos stimulációja. Tehát felöltöztetjük a vendéget, adunk tehát minden vendégnek van egy egyszerhasználatos pamut ruházata. Arra feladjuk ezeket a mellényeket, a pántokat, tehát popsira, lábra, combra. És ebbe elektromos áram Igen, elektromos áram megy, ami stimulálja az izmokat. Jóformán egy passzív edzés. Sokan azt mondják, hogy lustáknak való edzés, de nem igaz, mert nagyon fárasztó. Egy edzés mindössze 25 percet vesz igénybe. Viszont megfelel ilyen 3-4 órás konditerembe való edzésnek. Tehát az edzés mindössze 25 percet vesz igénybe, mivel itt az egész test izomzatának 95%-a dolgozik egyidejűleg. Mindenkinek, akinek nem lehet edzeni sima, hagyományos sportteremben, valamilyen trauma miatt, ízületi fájdalmak miatt, hátgerinc problémák miatt, itt lehet, mert elsősorban és eredetileg ez rehabilitációs célból volt kifejlesztve ez a gép. A NASA is használja ahhoz, hogy az űrhajósokat edze, hogy az izmaik ne sorvadjanak el. Valamint az élsportolók, az olimpiai sportolók, a focisták, az atléták, a gyorsfutók használják, hogy fejlesszék gyorsaságukat, tűrőképességüket. De ez erősít, vagy akár fogyni is lehet? Mikor tesztelték, meg nézték az eredményeket a rehabilitáció folytán, jöttek rá a tudósok arra is, hogy nagyon jól fogynak a páciensek. Vannak nagyon jó eredményeink, tehát van olyan, aki persze nem egy-két hét alatt, amikor úgy jönnek hozzánk a vendégek, hogy tengerre megyek, és két hetem van, hogy le kell fogynom, tehát ez nem egy csodagép. Ez egy edzőgép, igen. Rövid ideig tart egy edzés, viszont nagyon hatékony. Ha valaki fogyni és szálkásodni akar, feszesíteni a testén, mert vannak például vékony lányok, akik járnak, és ők pedig csak azt akarják, hogy mondjuk a popsijuk magasabban legyen, feszesebb legyen, a karjuk szebb legyen, akkor ez tökéletesen megfelel. Mint ha bungee jumpingolni készülnék most. És ez valami hőt fog kibocsájtani? Nem. Fogok érezni? Nem. Impulzusokat ad a gép. Uh-huh. És hát nem tudom megmondani neked, hogy nem rázni fog, nem ütni fog, nem csipkedni fog, nem tűszúrás. Ilyen érdekes érzés. Lehetne állni, de én azt mondom, hogy nyugodtan lehet jönni ide, itt könnyebben is átvészelhető, és fokozza az edzés hatékonyságát is, mármint a kardioedzés hatékonyságát. Most enyhe csipkedést fogsz érezni a lábadba. Érzem, igen. Így, kész. Igen. Popsi. Uh-huh. Tényleg, mint a kis áramütéseket igen. Érezni. Igen. Wow.
Tehát ez az új gépünk, az InfraShape Horizontál. Egyenlőre ez az egyetlen első gép Ukrajnában, tehát mi hoztuk be. Erre a gépre szeretnénk pályázni amúgy az EGANEDE alapítványnál. Ez egy horizontális, fekvő infrabicikli, mely erősítve van vákumos hatással, infralámpákkal, kollagénlámpával. Tehát mi is ez a gép valójában? Igazából ez egy kardió edzés. Nagyon intenzíven égeti el a kalóriákat. Például egy félórás edzés alatt több mint 1000 kalóriát is el lehet égetni. A hőhatás miatt és a vákumhatás is ráerősít rá, nagyon jól fokozza az anyagcserét. És jóformán ennyi, nem nagyon sok megerőltetéssel, a vendég fekszik, teker, az ellenállást lehet szabályozni, és fogy. Nagyon jó volt nálatok, kipróbálhattunk mindent. Vonjuk le akkor a következtetést, hogy hány alkalom után van látható eredmény esetleg azokon, akik ellátogatnak hozzátok? Individuális a dolog, mert tehát mindenkinél másképpen megy, de én azt mondom, meg azt látom a vendégeinken, hogy körülbelül 4 alkalom, mindegyikből, mind másikból, főleg hatásos, hogyha kombinálják. Én azt javaslom, hogy semmiféleképpen nem mérlegen mérjék, meg nézzék a változásokat, mivel egy ember, aki elkezd edzeni, az lehet még pluszba is lesz valamilyen súlygyarapodás, amiatt, mert az izomtömeg nő, attól a zsír még csökkenhet, inkább centibe. Centiben lemérni, vagy pedig ruhában. Tehát nézed, hogy egy farmer, ami éppen jó rád, vagy nem ér össze rajtad, hogy fog alakulni a folyamat közben. Köszönjük a lehetőséget, és akkor most menjünk el Robival a kardiológiai központba. Hol is kezdődött a te orvosi pályád? Hogy jutottál el a szívsebészetig? A szívsebészetig egy rögös úton jutottam el. Már gyerekkoromban szerettem volna orvos lenni. Kb. Azt hiszem, 5-7 éves koromban eldöntöttem, hogy azt szeretnék lenni az apukám példáján. Valószínű, az igen, apukám családorvos Nagydobronyban, és az is közrejátszott abban, hogy én orvos lettem valószínű. Majd gimi befejezés után felvételiztem ugye az orvos egyetemre. Ez egyetem után befejeztem az általános orvosi kart a hegyen, a Varga Lajos doktor úr segítségével, és majd aztán kiebben tanultam szívsebészetet, és aztán kerültem ide a megyei kórházba szívsebészként. Ha jól tudom, te még külföldre is jársz gyakorlatokra, vagy továbbképzésre? Igen, sűrűen előfordul, pont amiatt, hogy minél magasabb szinten tudjuk az orvosi ellátást biztosítani a kárpátai betegek számára. Ausztria, Németország, Magyarország, nagyon-nagyon sűrűen járunk továbbképzésre, én is és a kollégám is. Te azért is vagy nekünk, kárpátai magyaroknak nagyon fontos, amellett, hogy magyar nyelven végzed a munkádat, vagy hogy magyarul is tudsz szólni a betegekhez. Ha jól tudom, ezeket a műtéteket, amit te végzel, amiben te részt veszel, eddig Ukrajnában csak Kijevben végezték. Ez egy japán módszerrel működő műtét, hogy is van ez? Igen, ez egy különleges műtét, ami azt teszi lehetővé, hogy a betegnek ne kicseréljük az aorta billentyűjét, hanem az ő szöveteiből a műtét alatt alkossunk egy új billentyűt, és ezt ültessük be a beteg számára. Sokkal kisebb a kilökődésnek az esélye, és a betegnek nem kell élete végéig elég mára vesére megterhelő gyógyszereket fogyasztania, mint az olyan betegeknek, akik műbillentyű műtéten esnek át. Ozaki műtétnek hívják ezt a műtétet, és a világon sem túl elterjedt, azaz nem sok ember képes ezt csinálni, nem sok sebész csinálja. Kijevben és nálunk csináljuk csak. Nálunk volt idáig 12 ilyen műtét, ami ukrajnai színvonalon is magasnak számít. És van még egy különleges módszer, amivel mi műtünk, egy osztrák kollégánk tanított meg, egy nagyon híres professzor erre a műtétre, amit ott gyakoroltunk először náluk, majd aztán itthon is, és ezt viszont elmondhatom, mi vagyunk az elsők egész Ukrajnában, akik elkezdtük csinálni. Ez egy mini szternotómiának hívják, azaz a betegnek a mellkasát nem vágjuk végig teljesen, hanem csak egy 7-10 centis vágáson keresztül műtjük meg az aorta billentyűjét. Tehát a beteg számára sokkal
sokkal jobb. 4 napon belül a beteg otthon van műtét után. És ezt hogy tudjátok megvalósítani, hogy csak ilyen kis részen műtitek meg? Valamilyen különleges eszközökkel megvannak rá itt a megfelelő feltételek? A feltételek megvannak, az eszközi ellátás is megvan. A műtét lényegében a beteg számára semmiben sem különbözik egy nyílt nagy szívműtétől. Az időperiódus rövidülre a sebészek számára sokkal bonyolultabb, mivel hogyha van egy nagy vágásunk, egy 20-25 centis vágás, azon keresztül műteni, vagy egy 7 centis vágáson keresztül műteni, ez megnehezíti egy picit a műtéteket. És mennyire vesz téged igénybe? Azért nagyon kell koncentrálni, nagyon figyelni, nem remeghet a kezed. Sokan azt hiszik, igen, hogy a mi kezünk nem remeg, a mi kezünk is kb. Annyira remeg, mint egy bármelyik átlagos ember, ma talán egy picit kevésbé, viszont a műtétek többségénél a beteg szíve dobogó szíven történik, tehát ez is a beteg számára sokkal jobb, mint amikor meg van állítva a szívük, tehát az ő szívük is mozog, ezzel a mi kezünk is remeghet lényegében. Igen. Időben eléggé időigényes műtétek, mert minimum 4 óra, és akkor a maximum az pedig bármennyi lehet, ezért is mikor a betegek megkérdezik, hogy mennyi ideig fog tartani a műtét, akkor nekem van egy kedvenc mondásom, hogy az elejétől a végéig, mert sosem tudjuk, hogy mikor lesz vége. Tehát az elejét azt tudom biztosra, hogy 9:00-kor kezdünk, de hogy mikor befejezünk, azt nem. Akkor ezek azok a műtétek, ha jól értem, amikor a szívet kiveszitek, és egy géppumpál, vagy nem tudom, az nem. Emberek fejébe, ez így működik helyes, általában. Helyes, akkor most egy tévhitet ezt itt elkergetünk, jó? A szívet nem vesszük ki a mellkasból, hanem hozzá kötjük be csöveken keresztül, azt a bizonyos gépet, ami addig keringeti a vért, és látja el a szervezetet oxigénnel, ameddig mi megállítjuk a szívet és műtjük. Hogyha ereket cserélünk a szíven, ezt úgynevezett bypass műtéteknek hívják, infarktus után, koszorúél elzárodás után van erre szükség, akkor viszont igyekszünk a műtéteinket dobogó szíven műteni, azaz nem állítjuk meg a betegnek a szívét, hanem mozog a közben, miközben mi műtjük. És szellemileg, lelkileg mennyire visel meg téged? Vallásos vagy? Igen. Szerintem vallás nélkül nem lehetne ezt igazából csinálni, tehát ha az ember nem hinne, mert már sokszor megbizonyosodtam arra, hogy a mi tudásunk és a kezünk néha kevés, hogyha onnan valaki föntről nem segít, akkor ez nem mindig éli túl a beteg. Tehát sokszor volt már olyan, hogy azt mondtuk, hogy már mi föladtuk, hogy megtettünk mindent, és akkor ami lesz, és a beteg fölépül. Tehát az már lényegében nem tőlünk függött, úgyhogy... Temperatúra? Tricisszim. Mint ahogy lehet látni, a betegnek az ereje el vannak záródva ezeken a helyeken, és akkor a bypass az abban úgy történik, hogy ide az aorta gyökhöz hozzávarunk egy eret, és a záródástól lentebb ide is hozzávarunk egy eret. Jó, és itt ugyanerre, és akkor így, más így van, azon az éjjelen keresztül, amit kivettünk a betegből, azon keresztül ezt a részt, ami az áradat, kikerüljük, és akkor ellátjuk a szívnek a többi részét a vére. Hetedik nap műtét után a beteg már itt tartózkodik, csövek nélkül, mai nap folyamán a saját bevallása szerint már több mint 1 kilométert sétált, panaszai nincsenek, ma reggel még volt egy 37 fokos hőemelkedés, mert ezt már nem tekintjük láznak, ez a műtét után teljesen átlagos. És reméljük, hogy a jövő hét elejére már otthonába távozik egészségesen. Nem tudod sétálni, 500 métert lement és már nehéz légzése, ott most 1 kilométert lement, semmi baj sincs. Gondozójuk is vagy a betegeknek, mennyire tudsz jó kapcsolatban lenni velük, például a műtét előtt, hogy tudod őket megnyugtatni? Van erre mód, idő és alkalom? Mindig szakítok erre időt, mivel ez nagyon fontos része a beteg felépülésének. Tehát, hogyha egy beteg pozitív hangulatban, viszonylag pozitív hangulatban kerül a műtőbe, és nem szomorú vagy nem sír, hanem arra gondol, hogy most egy periódus az életében lezáródik, megcsinálnak egy műtét, és aztán sokkal könnyebb lesz neki, akkor a későbbi felépülés is sokkal rövidebb, sokkal könnyebb, mint hogyha a beteg egy olyan állapotba kerül be a műtőbe, hogy nagyon el van keseredve, már feladta egyedül, tehát azt mondja, hogy csináljátok, amit akartok, én már nekem teljesen mindegy, az ilyen beteget mindig nehezebb műteni, ezért próbáljuk őket kicsit pszichikailag is, lelkileg fölkészíteni erre, igyekszek minél több időt fordítani arra, hogy a betegekkel beszélgessek, úgy műtét előtt, mint műtét után. Tehát a kötözések alkalmával minden alkalommal megkérdezzük, milyen panaszai vannak egyáltalán panaszai, bármi, ami zavarja, és akkor azon megpróbálunk segíteni. És vannak sürgős esetek?
Ahhoz is behívhatnak téged akár bármikor? Így van, hát 0-24 órában dolgozom lényegében, nem hivatalosan úgymond, mert ugye ezt az állam nem támogatja. Van egy bizonyos munkaidőm, de a telefonom az 24 órában van kapcsolva, és bármikor hívhatnak, igen. Volt már ráesett? Volt már, nem is egyszer ráesett. Volt egy 6 évvel ezelőtti nap, mai nap emlékszek rá, amikor bejöttünk műteni egy beteget, és majd miután befejeztük az első műtétet, akkor már hívtak minket, hogy jön-e sürgős eset, akkor azt megműtöttük, és mire azt befejeztük, jött a harmadik sürgős, tehát az 24 órát műtöttünk, egy órás időperiódus pihenéssel a három műtét között. És az nehéz volt. Hogy tudjátok egymást? Cserélitek egymást orvosokként? Nem. Nálunk itt Kárpátán nincs erre lehetőség, mivel hogy csak ketten vagyunk, az osztályvezető orvos és én, akik szívműtétet végzünk, tehát szívsebészek, tehát mindegyik műtéten elejétől a végéig mindketten ott vagyunk. Hihetetlen, azért az ember próbáló nektek is. A fáradtságot hogy tudod kiküszöbölni? A fáradtságot azt úgy szoktam, nem nézek az órára műtét közben soha, mert ha ránézek az órára, akkor tényleg jön a fáradtság, de hogyha tehát az ember műt és dolgozik, akkor nem megáll az idő. Ez majd akkor jön elő a fáradtság, amikor már beteg be van varva, átvittük az intenzív osztályra, és a kollégák átvették. Olyankor, mikor leülünk, akkor kész. Akkor tényleg, hogy el van fáradva mindenki, és csak a pihenés. Mai műsorunkban megismerkedhettek Ráti Róberttel és családjával. Ha tetszett a műsorunk, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!